Az autósok már bátran használják a napokban elkészült nyúli csomópontot, amint arról Híradón korábban több alkalommal is beszámolt, körforgalom épült ide Nyúl határába a 82-es számú főútra. Ezen a szakaszon naponta átlagosan 10-12 ezer gépjármű közlekedik, ezek lassítása és levezetése pedig nem kis feladat, a fejlesztés azonban úgy tűnik elérte célját. Az új csomópontnak nem csak az autósok, de a helybeliek is örülnek. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, sokat járok a temetőben, nagyon jól kialakították az idevezető utat. Én amúgy is nagyon szeretem a körforgalmakat, jó az áteresztő képessége, gyorsabbá teszi szerintem a forgalmat. Itt a temető környékén biztonságosabbá is teszi, én úgy gondolom, úgyhogy szerintem jó ötlet volt, hogy ezt kialakították. Igaz, egy földben talált nem várt kábel miatt néhány hetet csúszott a kivitelező, de legalább olcsóbban is dolgozott. Nem a csúszás miatt, de végül a tervezett 230 millió forint helyett 200 millióból kihozták a csomópontot. Azt a körforgalmat, amely a vasúti átkelő és a temető megközelítésén is sokat könnyít, ráadásul mellé még egy benzinkút is épül, igaz, ez még nincs kész. A 82-es számú főút legújabb csomópontját várhatóan heteken belül fel is avatják, amiről természetesen Híradónk is beszámol.